teljesen más témában folytatjuk. Itt láthatják, hogy a vendégünk éppen lehajolt, nem véletlenül. Vendégünk lehajolt a másik vendégünkhez. Így van, igen. Óvári András, a Vigyen Haza Alapítvány alapítója, és hozott magával egy kutyust, és akinek a nevét nem tudjuk, de mindjárt megfejlődjük. Ötyinek hívják, egy két éves. Szervusz, Peti, örülünk, hogy te is itt vagy. De aranyos volt, láttad, hogy ide nézett? Így van. Igen, Judit interjúja Pötyivel szerintem tévétörténeti pillanat. Viszont a téma, amiről beszélgetni fogunk, az nem ennyire vidám sajnálatos módon, mert hogy elítéltek egy házaspárt azért, mert hogy borzalmasan kínoztak egy kutyát a lehető mindenfajta módon, ahogy bántani lehet egy állatot. Mesélj el nekünk ezt a történetet. Ez most egy angliai példa, és külön szomorú, hogy erről vagyunk híresek most. Angliában néhány hete már petíció indítottak, hogy utasítsák ki azt a két magyar, azt a magyar párt, akik súlyosan bántalmazták és meggyilkolták az egyik kutyájukat. Az viszont talán példaértékű és érdemes azzal is foglalkozni, hogy Angliában, ez Liverpool mellett történt, ezt a párt 3 hónap börtönre ítélték, letöltendő büntetésre, és örökre eltiltották az állattartástól, és elkobozták a többi kutyájukat. De most ez az a pillanat, amikor nem tudom azt mondani, hogy nagyon-nagyon sok ember nem hoz párhuzamot a magyar jogrendszerrel, és akkor, amikor petíció születik Magyarországon is, hogy például az idős asszonyt, aki az autója mögé kötötte a kutyáját, és gyakorlatilag bestiális kegyetlenséggel hagyta, hogy meghalljon, aki lovat kínzott, aki számtalan ilyen gólyával fociztak, olyan dolgok vannak, amiket egyszerűen felsorolni is nem lehet. Vannak az állatai. Így van, vagy például az ember, aki purhabbal töltötte meg egy báránynak a száját, és akkor ilyenkor az ember igazság érzete azt mondja, hogy talán mondhatom azt, hogy igenis a letöltendő börtönbüntetés talán egy visszatartó elő lenne. Ebben a szemüveggel is nézzük az angliai esetet? Igen, feltétlenül szeretnénk párhuzamot vonni e körül. Sajnos én úgy gondolom, hogy ráadásul nem is az állatkínzásos esetek száma szaporodott meg, hanem több okostelefon van, és a közösségi médiában gyorsabban terjednek ezek a rossz hírek. De igazából akkor ez tulajdonképpen jó, nyilván nem az, hogy történnek ilyenek, de az, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot kap, figyelünk erre a témára. Adott esetben azok az emberek, akik rendszeresen mondjuk bántalmazzák az állataikat, lehet, hogy sokkal előbb kerülnek reflektorfénybe is. A nagyobb nyilvánosság lehet az első lépés, de nyilvánvalóan ezt követnie kell a felderített bűncselekmények számának a növekedése. Sajnos az a helyzet, és azért is készítettünk egy kiadványt a Névikkel közösen. Ugye, amit meg is mutatom, két éve, nézők, igen. Hogy nem is a bűncselekmények, nem is a bírósági perek nem is bűncselekmény hiányában, hanem bizonyítottság hiányában el se indulnak. És nagyon fontos az, hogy aki ilyet lát, ne csak Facebookra tegye fel, ossza meg a szörnyűségeket, hanem tegyen feljelentést, hívjon tanút, készítsen képet, akár névvel bizony vállalnia kell az, hogy tegyen bejelentést a jegyzőnél, a rendőrségen. Az egyik legborzalmasabb eset az volt, amikor egy filmszemlés díjon egy bizonyos Toppler Zoltán nevű filmrendező gyakorlatilag kameraképen azt látták, hogy megfullad egy kicsi cica, és ezt követően pedig a társadalom egy bizonyos része azt mondta, hogy ne legyünk álszentek, vidéken szokott ez lenni, csak ott nincs tévékamera. Másik oldalról pedig filmszemlés díjat kapott ez az ember, és végül is nem lett az ügyből semmi. Hogyha ezeket a dolgokat párhuzamba állítjuk az angol jogrendszerrel, akkor van-e nálunk fejlődés, vagy pedig élő példaként nézhetünk az angliai jogrendre, jó lenne igazodni hozzá, vagy minden rendben van, csak be kéne tartani a szabályokat. 2013 óta az állatkínzás bűncselekmény. Úgyhogy alapesetben 2 év börtönre ítélhetik, ha ez többszörösen visszaeső súlyos az állat életének kioltásával jár, akkor akár 3 év is lehet. Sajnos ugye nem a jogalkotással, hanem a jogalkalmazással van talán gond, hiszen itt mindegy a mérlegelések után, ha ez ugye az első alkalom, akkor próbára bocsátják, ha visszaeső, akkor legfeljebb
feltételes szabadságra bocsátják, és nem letöltendő börtönbüntetésre ítélik. Felfüggesztett börtönbüntetésre. Felfüggesztett. Mostában valahogy én úgy érzékelem, hogy nagyon sok ilyen állatkínzásos, bántalmazásos esetről hallunk. Igazából növekszik ezeknek a száma, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy jobban értesülünk róla? Mi a tapasztalat, hogy változik-e a szemléletünk? Ezt megítélni nem tudom, én nem hiszem, hogy több lenne. Sajnos tanítani kell az embereket, és leginkább a környezetnek lenne a legnagyobb hatása azokra az emberekre, akiknek erre hajlamuk van, hogy kínozzák vagy bántalmazzák az állatokat, hogy tudják, hogy az állat, még ha meg is vásárolta azt a kutyát, és úgymond a tulajdona is, az nem azt jelenti, hogy azt tehet vele, amit csak szeret. Azt mondja, hogy tanítani kell, és ezt annyira nehéz megérteni. Teljesen természetes. Van egy cicám, van egy kutyám, nem bántom. Szakemberek szokták azt mondani, hogy az, aki ma állatot bánt, az holnap embert fog bántani. Ezzel egyetért ezzel a zárásponttal? Igen, ezt mondják. És bizony oda kell figyelni már egy gyerekre is, hogyha a kiskutyát bántani szeretné, vagy úgy játszik vele, hogy az állatnak nem jó, nem esik jó, nem komfortos, akkor bizony időben be kell avatkozni, meg kell neki magyarázni, hogy miért nem jó ez az állatnak. Bocsánat, ha visszakanyarodhatok erre a kis füzetkére. Ez a kis füzetke, amiben összefoglaltuk az állatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb szabályokat, akár a polgári törvénykönyv, akár az önkormányzati törvény, akár a BTK vagy az állatvédelmi törvény. Próbáltuk úgy összefoglalni, hogy egy helyi jegyző, vagy egy rendőr, aki nem minden nap bújja a jogszabályokat is, egyértelműen megértse, hogy mi az állatkínzás, hogy lehet ezt észrevenni, felfedezni. Ez a kiadvány már 13 ezer példányban a Névig segítségével eljutott az összes rendőrösre, az összes jegyzőhöz, az állatvédő szervezetekhez, és boldogan adjuk bárkinek ingyenesen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, egy zárószóra van időnk. Hány ember tölti ma büntetését állatkínzás miatt Magyarországon? Tényleg egy szavazó válaszra van időnk. Én egyről tudok. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen.